Ja, és így ment régen a híradottam. Propagandamentes jó reggelt kívánunk mindenkinek innen a közmédiából. Péntek reggel van, már is kezdünk. A túlóra törvény elleni megmozdulásokról készített a Népszava megbízásából közvéleménykutatást a Publikus Intézet. A felmérés szerint a magyarok 51%-a támogatja a törvény elleni tiltakozást, 3,2 millió emberről beszélünk. A legtöbben az elégedetlen embereket jelölték meg főszervezőként, szemben a magyar kormánnyal, aki szerint Soros szervez mindent. Második helyen végeztek a pártok, de az emberek 78%-a nem tud vagy nem akar különbséget tenni a pártok között, alapvetően közös fellépést várnak tőlük. Aktuális információk a demonstrációkról nagyon jól elérhető a www.strike.info oldalon. 11 éves mélyponton Magyarország. A korai iskolaelhagyók számát tekintve is. A 2016-os 12,4% után 2017-ben már a 18-24 év közöttieknek a 12,5%-a hagyta félbe a tanulmányait. Egyébként környezetünkben a visegrádi négyek között ez a legrosszabb mért eredmény. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében Máté Szalkán a művelődési háznak, pontosan a színház termében tartott előadás Semjén Zsolt, és a kormányfőhelyettes elmondta, hogy nem csak a magyar történelem, hanem az Európai Unió történetének is legsikeresebb politikai konstrukciója a Fidesz-KDNP. Semjén Zsolt vadászszenvedélyéről ismert politikus, aki például helikopterrel Svédországban egy olyan magyar üzletember meghívására vadászott, aki az elmúlt években több 100 millió forint állami pénzt nyert el szállodáira. A politikus magyarázata az esetre az volt, hogy a többmilliós vadászúton ő nem politikus, hanem vadász. Mivel fényképek tanúsága szerint ráadásul egy Svédországban háziasított állatnak számító rénszarvas sikerült lemészárolnia, a rendőrség és az ügyészség is nyomozni kezdett. A világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezetének svéd munkatársai pedig komplett hülyeségnek nevezték, hogy Semjén Zsolt éppen rénszarvasa vadászott Svédországban. Ezek az állatok ugyanis ott gyakorlatilag háziasítottak, szelidek, van, amelyik egyenesen oda megy a gazdájához. Ezért egy svéd sosem vadászna egy rénszarvasra. Na, ez az ember Magyarország miniszterelnökének helyettese, tulajdonképpen a kormány második embere. Egyértelműen retteg a fiataloktól a Fidesz. Egy 18 éves diáklánynak esett neki a komplett propagandamédia, miközben a deresített állami számvevőszék a Momentumot és a Párbeszédet ostromolja. Feljelent és költségvetési támogatás felfüggesztésével fenyeget. Kitartást kívánunk innen a propagandamédiából. TV Székház. Mint ismeretes, rendőrök több esetben tanúi voltak annak, hogy kényszert alkalmaznak országgyűlési képviselőkkel szemben, az őrök mégsem avatkoztak be. Pintér Sándor, Kocsis Szake Olivió párbeszédes országgyűlési képviselő kérdésére azt válaszolta, nem tehet ilyen esetben semmit a rendőr. Ha egy képviselőt nem engednek be, például a köztévébe. A jelenleg is a propagandamédiában tartózkodó Szél Bernadett és Hadházi Ákos írásbeli kérdés ad be, azt tudakolva. Ha a rendőrség tehetetlen, ilyen esetben ki garantálja a jogszabályok érvényesülését. Azt ugyanis maga Pintér Sándor is elismerte, hogy az országgyűlésről szóló törvény biztosítja a képviselőknek, hogy közintézményekbe bemehessenek. Magasról lehet esni, rovatunk következik. Bocsánat, magasról lehet nagyot esti rovatunk következik. Az átlátszó összesítette a tavaly közzétett közbeszerzéseket, és tadadám, kiderült, hogy Mészáros Lőrinc és családja 265 milliárd forint értékben nyert közbeszerzést, mögöttük egyébként Szíj László érdekeltségei végeztek, harmadik helyre pedig kettejük üzlettársa, Varga Károly került. A Mészárosék által elnyert 265 milliárd forint 93%-a Brüsszelből érkezett uniós támogatásként. Gratulálunk Orbán Viktornak. Hozzátesszük. Az Európai Parlament megszavazta annak a mechanizmusnak a létrehozását, ami alapján jogállami feltételekhez kötnék az EU tagállamainak megítélt közösségi források kifizetését a 2021-27 közötti költségvetési ciklusban. A Fidesz képviselői természetesen a javaslat ellen szavaztak. Van még lejjebb rovatunk, folytatódik. Folytatódik a diktátor parti. Putyin jön Budapestre, Orbán pedig megy a fehér orosz diktátorhoz. Madarat tolláról, embert barátjáról. Kedves nézőink!
Az időjárás hidegre fordul, de tartsunk ki, és holnap mindenki csatlakozzon a demonstrálókhoz. A fehér sapkás képviselő asszonyok 3-kor Tatabányán tüntetnek, de az egész országban lesznek megmozdulások, és szeretném elmondani, hangsúlyozni, hogy mindenkire szükség van. Most még nem köszönünk el, mert stúdiumban exkluzív vendég a köztévén kívül Hadházi Ákos képviselőtársam, aki itt töltötte az éjszakát, és hétfő óta gyakorlatilag ki sem mozdult ebből az épületből. Szervusz Ákos! Így. Itt ez a szép lila mikrofon, azért ezt megmutatom közelről is. Ez egy komoly híradó. Igen, abszolút. Bárcsak élőben menne a köztévén, igaz? Ez is egy nagyon fontos jelenség. Gyakorlatilag ellenzéki politikus élőben nem jelentkezhet a valódi, hát idézőjeles valódi köztévéből. Mindenki, aki kételkedik benne, hogy miért vagyunk itt, gondoljon vissza, hogy mikor volt egy ellenzéki pártvezető utoljára, vagy ellenzéki képviselő, politikus utoljára a köztévének a stúdiójában. Gondolkodjon vissza, sokat kell érte gondolkodni, és tulajdonképpen ez az egy szám meg fogja magyarázni, hogy miért vagyunk itt. Mai napon én hazamegyek, nagyon várnak a gyermekeim, és azt gondolom, hogy egy hétig mindent megtettünk Bernadettel ezért az ügyért, azért az ügyért, ami az ellenzéknek a legfontosabb követelése kell, hogy legyen. Összesen 4 követelésről van szó, ami miatt közvetlenül itt voltunk, az 2. El akartuk érni, és továbbra is el akarjuk érni, hogy az intézmény igazgatója fogadja, és valóban szóba álljon az országgyűlési képviselőket. A másik követelésünk pedig az, hogy adják le az Európai Uniós Ügyészségről szóló közérdekű hirdetésünket. Van 2 nagyobb követelésünk, ami összefügg az előzőekkel. Az egyik az, hogy az intézmény hírhamisító igazgatóját el kell távolítani, vagy le kell mondania. És olyan igazgató kell a közmédia élére, amelyikben a politikai élet minden szereplője, a kormány és az ellenzék is egyetért. A másik rendkívül fontos követelés az, hogy a fizetett kormányzati hirdetéseket, azokat gyakorlatilag be kell tiltani, illetve csak a valóban szükséges hirdetéseket szabad törvényleg megengedni. Ez a 4 követelés, ami miatt itt vagyunk, ebben részeredményeket elértünk. Hagy mondjam el, hogy a nagyfiam tegnap megkérdezte, hogy miért is voltam itt, miért nem mentem haza hozzájuk, hiszen a nagyfiú sajnos hall ezt-azt az országból, és azt mondja, hogy apa, akik tudták, hogy mi megy itt, azok ezután is tudják, akik pedig nem tudják, mert csak a közmédiát nézik, vagy a TV2-t nézik, ők ezután sem fogják tudni, hiszen csak az oknimat látták ebből az egészből. Én azt tudom mondani neki, hogy mégis itt kellett lennünk, és nem csak azért, hogy olyan emberek is elgondolkodjanak a viszonyokon, akik eddig esetleg nem tették, hanem azért, hogy azok is még egyszer, még jobban lássák, hogy mi megy Magyarországon, akik eddig is tudták. Nagyon sokan vannak, akik eddig is érzik, hogy valami nincs rendjén a tájékoztatással, nincs rendjén a köztévével, de még inkább kell látni, hogy mi történik, és ebben azért szerintem eredményeket értünk el. Láttuk azt, hogy mennyire fél ez a hírhamisító igazgató, és végül írásban adott, ha nem is válaszokat, de adott olyan mondatokat, amik szerintem nagyon sok emberben nagyon komoly újabb kérdéseket vetnek fel. Nagyon fontos, hogy azok is, akik eddig érezték, hogy mi megy itt, nagyon tudatosan lássák, vegyék észre, hogyha nem változtatunk a kormány propagandán, nem állítjuk meg most a néphülyítést és az emberek manipulálását, a tudatos manipulálását, hetszelését, agresszióra hetszelését, akkor gyakorlatilag nem beszélhetünk Magyarországon választásokról, és akkor addig ez a hatalom, ez nem leváltható. Nagyon fontos látni a problémát azért,
hogy lássák, hogy cselekedni kell. Lássák, hogy majd ki kell menni az utcára. Lássák, hogy ha egyszer nem elég, el kell menni kétszer. Ha kétszer nem elég, el kell menni háromszor. Kitartónak és elszántnak kell lenni. Mi is ezt fogjuk megtenni. Nem félünk, nem úgy, mint ennek az intézménynek az igazgatója. Tegnapi nap döbbenetes élménye volt. Egy belső ember küldött nekem egy üzenetet, aki azt mondta, hogy itt az intézményben emiatt a két kis képviselő miatt egészen elképesztő biztonsági intézkedések léptek életbe. Lehet, hogy a miniszterelnök is azért nem jött ma a Kossuth Rádióba, mert félt a képviselőktől. Ő azt mondta, hogy egyetlen egy bejáraton lehet bemenni, ott is megnézik az autók csomagtartóját, hát ha belebújt egy képviselő, és azt mondta, hogy néhány méterrel odébb egy Penny Market mellett folyamatosan állomásozik egy szakasz rendőr, egy járőr autó és egy kis buszban rendőrök, és hogy ez egy hete így van, én nem akartam elhinni, este megnéztem, tényleg ott volt a szakasz rendőr, bár amikor meglátták, hogy filmezem őket, akkor elmentek. A mai napon mi most hazamegyünk, azonban azt kérem HPD-től, ugye a hírhamisító Pap Dániel vezérigazgató úrtól, hogy annyira ne könnyebbüljön meg, nem tudom ígérni, hogy ne féljen, félnivalója egy beszélgetéstől van, és hát a félnivalója természetesen a magyar nép haragjától van. Nem fogjuk abba hagyni, vissza fogunk jönni, lesznek úgymond rajta ütések, amikor tehetjük, el fogunk jönni, be fogunk jelentkezni, meg fogjuk kérni, hogy beszéljen velünk, illetve minden jel szerint, illetve minden szándékom szerint szeretnék sokat magammal is visszajönni. Én nagyon remélem, hogy lesznek magyar emberek, akik eljönnek velem és támogatnak abban, hogy segítsük kikényszeríteni, először beszéljen velünk Pap Dániel, és hogyha nem tud magyarázatot adni a hírhamisításokra, akkor pedig mondjon le. Lesznek természetesen jogi lépések is, a maradék bíróságok függetlensége alapján lehet erre is számítani. Lesznek olyan lépések, amiket most nem jelentünk be, illetve azért néhány kérdést is fel fogunk tenni, ahogy már Bernadett jelezte, egész elképesztő levelet kapott képviselőtársam, amiben azt írta Pintér Sándor, hogy a rendőrség nem tudja biztosítani az országgyűlési képviselők munkáját, nem tudja biztosítani azt, hogy beléphessünk egy közintézménybe. Meg fogjuk kérdezni őt is, és meg fogjuk kérdezni Kövér Lászlót is, hogy akkor ki tudja ezt biztosítani. Elértünk tehát részcélokat. Egyrészt bevették a bírálatra a közérdekű közleményünket, ami az Európai Uniós ügyészségről szól, és még azt is elismerték, hogy formailag rendben van. Nem fogjuk elengedni ezt az ügyet. Elértünk részcélokat, mert végül ugyan lejött hozzánk, ugyan nem állt velünk szóba, de lejött hozzánk a hírhamisító, és a hírhamisító adott egy szerintem médiatörténeti jelentőségű, úgymond interjút. Azonban nagyon sok célunk van még, és még egyszer mondom, a két fő célból egész egyszerűen ma már nem engedhetünk belőle, nem engedhetünk abból, hogy ennek az embernek le kell mondania, és egy konszenzusos igazgatónak kell a közmédia élén állni, és nem engedhetünk abból, hogy soha többé nem mehet tovább. Törvényileg be kell tiltani a fizetett kormányzati hirdetéseket, az emberek fizetett hetszelését, illetve a hurrá propagandát is. Amíg ez nem történik meg, nem lesznek választások. Én nagyon köszönöm azoknak, akik biztattak, és végén hagyj köszönjem meg egyébként az MTVA munkatársainak, akiktől egyébként nagyon sok támogatást kaptunk, néha tárgyi támogatást, nagyon sok csokit és kisebb ajándékokat is hoztak be nekünk, illetve információkat adtak, hogy mi megy bent. Tudjuk azt, és minden jel szerint nagyon sok embernek hány ingere van attól, ami itt ezen a munkahelyen megy. Én kérem a segítségüket, kérem azt, hogy védjék is meg azokat az embereket, akik önökért dolgoznak, és védjék meg magukat, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon-nagyon csúnya idők jöhetnek. Köszönöm szépen a segítségüket!
Kedves nézőink, tisztelt hölgyeim és uraim, a következő a helyzet. Ez az egész, amit itt csináltunk, ez az önbecsülésről is szólt. Ez azért szólt az önbecsülésről, mert minket ebből az intézményből fizikailag eltávolítottak, kidobtak, és azt gondolják azok az emberek, akik ezt csinálták, hogy ez így rendjén való. Nem. Senkit nem lehet közintézményből kidobni, országgyűlési képviselőket, akiknek törvényadta lehetőségük van, sőt kötelességük ezeket az intézményeket ellenőrizni, végképp nem lehet kidobni közintézményekből. Én azt javaslom a Fidesznek, hogy ne féljen tőlünk, mi se félünk tőlük. Viszont ez egy köztévé. Itt nekünk helyünk van. A műsorban, az adásokban, a híradókban, és nem propaganda stílusban, hanem korrektül jogunk van hozzá, hogy elmondjuk azokat a gondolatokat, amelyeket egyébként az ország fele támogat. A Fidesz történelmi bűne, hogy a gyűlölet magvait ebben az országban elültette, és folyamatosan nevelgeti. Megoszt minket, szétváraszt minket, hetszeli az embereket, és folyamatosan egy ostrom állapotot akar fönntartani, minthogyha csak ők lennének arra képesek, hogy ezt az országot megvédjék. Nem. Ez az országot a magyar emberek védik meg. A magyar emberek kell, hogy fellépjenek, amiatt a szellemi színvonal miatt is, ami itt ebben a tévében kialakult. Végtelenül felháborítónak és szomorúnak tartom, hogy 2019-ben arról ment itt ebben a médiában a minap előadás, hogy a homoszexuális embereket úgymond ebből a betegségből, ami nekik van, ki kell gyógyítani. A homoszexualitás nem betegség. És ez a beszéd, amit itt nap mint nap megvalósítanak ebben a televízióban, egy dologra jó, hogy embereket egymás ellen fordítson, illetve családokat, személyeket meggyötörjön. Én egy olyan világot szeretnék, és én ezért küzdök, és ezért vagyok országgyűlési képviselő, amelyben tisztelni tudjuk egymást. Amelyben meg tudjuk adni a lehetőséget arra, hogy korrektül beszéljünk közös dolgainkról. Amikor én 2012-ben bekerültem a magyar parlamentbe, akkor az én akkori pártomban az volt a mondás, hogy konstruktív ellenzék kívánunk lenni. Akkoriban volt egy államtitkára ennek a kormánynak, úgy hívták, hogy Angyál József. Akkoriban még lehetett egy Navracsics Tiborral vitatkozni, vagy munkaügyekben egy Szomba Sándorral. Értettek hozzá, volt véleményük, komplett viták tudtak lezajlani. Most ott tartunk, hogy a rabszolgatörvényt két képviselő adja be, társadalmi egyeztetés nincsen, az egyik képviselő be sem meri tenni a lábát a parlamentbe, a másik pedig a Kósa Lajos. És ott tartunk, hogy a kormány tagjai közül a legtöbbet szereplő emberek között olyanok vannak, mint például Németh Szilárd vagy Kósa Lajos, illetve azok az emberek, akik azt hiszem az ország nagy része számára már kiállították magukról a bizonyítványt. Hadházi Ákos képviselőtársam rengeteget küzd a korrupció ellen, én pedig rengeteget küzdök azért, hogy az önbecsülése ebben az országban mindenkinek megmaradhasson. És ez mindenkire érvényes. Nem akarunk háborúban élni, és nem akarunk gyűlöletet. Egy dolgot akarunk. Békében és normálisan élni a saját országunkban, mindannyian, akik itt vagyunk. És ez a közmédia egy szimbolikus hely. Ezt önök fizetik az önök adóforintjából. És szerintem egyetlen magyar állampolgárnak sem kell azt eltűrni, hogy az adóforintjai olyan helyekre menjenek, amelyből nem ő kap vissza, meg a gyerekei, meg a családja, hanem valaki teljesen másnak a családja, vagy pedig egy kormány betonozza be a hatalmát a segítségével. Ennek a világnak véget kell vetni. Mindenkire szükség van, és ahogy az emberek a kutatásban is kimondták, egy valami fontos. Egységesen kell tudnunk fellépni ezekben a vészterhes időkben. Ha megosztanak minket, ők nyernek. Ha egységesen tudunk fellépni és kiállni a közös céljainkért, akkor viszont megvan az esélyünk arra, hogy végre egy kulturáltabb és normálisabb világban tudjunk élni, ahol ellenzéki képviselőket nem dobnak ki a közmédiából, és nem kell demonstratív jelleggel beköltöznünk ide annak érdekében, hogy végre komolyabban vegyenek minket. Hogy országgyűlési képviselőként megkapjuk azt, ami a törvényben számunkra lehetőségként amúgy adott. Küzdünk tovább, segítsenek nekünk, és mindenkinek köszönjük, aki ezen a héten velünk volt. Rengeteg támogatást kaptunk, fizikailag is, egyébként az itt dolgozó emberektől is, jól mondja Ákos. Kaptunk csokoládét, kaptunk jó szót, kaptunk köszönetet, kaptunk egy csomó mindent. Nem igaz, ezek az emberek nem féltek tőlünk, egyáltalán nem. És egyébként meg köszönöm a kitartást azoknak, akik folyamatosan figyelték, hogy mit próbálunk itt intézni. Azt gondolom, hogy ez valaminek a kezdete, nem a közepe, nem a vége, hanem a kezdete, de kezdetnek viszont egész ígéretes. Köszönjük, viszontlátásra!